Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőit. Székesfehérváron egy különleges kortárs képzőművészeti kiállítás megnyitójával várják majd az érdeklődőket január 22-én a Magyar Kultúra Napján a Szent István Király Múzeum Csók István képtárában. Ezen a kiállításon Tóth Norbert kurátori koncepciója alapján Somogyi Győzőnek közel 130 festménye lesz majd látható, és ott lesznek Párkányira Péter fotografikai. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ezzel a témával foglalkozik itt a Fehérvár Televízióban a Paletta Magazin. Mit kell tudni erről a tárlatról? Igen. Ez a kiállítás egy értékválasztásról szól. A maga kiállításnak az üzenete, a koncepciója, az egy értékválasztásra sarkalja a látogatót, dönteni a szépség, jóság, igazság, szentség, vagy pedig a vétkek és bűnök kísértése között. Ez épp úgy egyén, közösség, mint nemzet szintjén is ezt a sarkalatos kérdést járja körbe, mert e döntés előtt mindenki a halogatások, magyarázkodások időszakát éli, és előbb-utóbb a döntés mindenkinek meg kell hoznia. Két művésznek láthatóak a munkái, és az is elhangzott hétfőn a Vörösmarty Színházban a fehérvári sajtótájékoztatón, hogy tulajdonképpen Somogyi Győzőnek ez egy életmű kiállítása is. Milyen festményei lesznek majd láthatóak? Hát életmű kiállításnak nem mondhatjuk, mert ez egy része csak az én munkásságomnak. Két sorozat, az egyik a 100 magyar hős, történelmi arcképeket láthatunk nagyon színesben és nagyon kidolgozottan. Attila királytól Maléter Pálig az egész magyar történelmet szinte egy pillantással átfogja ez az anyag. Ez a honfoglalás 1100. évfordulójára készült, 1996-ban lett kész. A másik az Árpádház szentjei, ami közel 30 sokszor kevéssé ismert szentet ábrázol, akik mind-mind a magyar királyi dinasztia fiai és lányai, de rokoni szálak összekötik őket Európa valamennyi nemzetével. És látható lesz még a Fenevad 66 arca, állarca is? Így van. 66 kép, amely tulajdonképpen egy hungarikumot dolgoz fel. Én a busó állarcokhoz nyúltam vissza, azokról készítettem fotókat, majd ezeket a mostani digitális fotótechnika segítségével építettem, illetve még inkább roncsoltam. Tehát tulajdonképp szép képeket tettem tönkre. Az én szerepem itt a kiállításban az volt, hogy az árnyékot, a sötét oldalt mutassam meg. 66 kép, ami egy játék a számokkal, utal a számmisztikára, a 666-ra, mely száma az Antikrisztust jelöli. Ugyanakkor ez a 66, ez szerencsére torzóként jelenik meg, tehát nincs még jelen a 666, és úgy gondolom, hogy ez olyan játék, mely nyitva hagyja a választ a nézők számára, illetve ahogy a kiállítás címe is jelöli, döntés választás elé állítja a nézőközönséget. A Fehérvár TV nézőinek már volt szerencséjük egy kis ízelítőt kapni, hogy milyen különleges kiállítótér kerül kialakításra, de mégis mit kell tudni a koncepcióról? Elindulunk valahonnan, aztán eljutunk valahova egy hatalmas nagy térbe, egy nagy fekete végtelen térbe, amiben aztán ott látható a fényesség, ezt így összefoglalhatom? Igen, talán úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ez egy fény kiállítása. A fény és az árnyék játéka. A maga a kiállításnak a tervezésénél a tradíciót, a hagyományt és az innovációt egyszerre szerettük volna megjeleníteni. Klasszikus, hagyományos festészet Somogyi Győző 100 alkotásában jelen, ugye technikájában a reneszánsz kort idézi, de ugyanakkor jelen van a legmodernebb technikák is, mint például a fotografikák Párkányira Pétertől,
aztán világító táblák, amely egy egyedi fényvezéretlet technológiával jelennek meg, és slusszpoénként különböző illatok jelennek meg a kiállítótér különböző pontjain, kapcsolódva ahhoz a jelképrendszerhez, üzenetrendszerhez, amelyet maga a kiállítás hordoz. Hogy fogadták az alkotók ezt a kezdeményezést? Hát már az is túllép a hagyományos festészeten, hogy a képsorozat belülről világít, tehát itt nem a festett vásznakat látjuk, hanem valami számomra is még teljesen új módszerrel maguk a képek fénylenek. Ezt nem tudom, hogy hozták létre, de ez fölemeli az egész kiállítást egy magasabb szintre. Akkor izgatottan fogadták ezt az ötletet? Természetesen. Hát, igen, igen. Hát a művész az szívós és strapabíró élő lény. Tehát, és örül, hogyha megmutatkozhat, és hogyha annak új módszereit és új formáit találja meg egy másik alkotó, mert azért itt ne tagadjuk, itt Norbert ennek a kiállításnak az alkotója, akkor annak örül mindenképpen a művész. Ugyanakkor izgatott, hogy fog ez elsülni. Párkányira, Péter? Egyetértek, illetve tehát ahogy ezek a technikák tulajdonképpen egymás mellett vannak, vagy akár egymásnak feszülnek, egy ilyen érdekes hatása és játéka lesz az egész kiállításnak. Én például nagyon örülök, hogy elérkezett ez a mai időpont, tehát hogy most már nyitva lesz ez a kiállítás és látogatható lesz, mivel ez az új technológia, tehát például a digitális fotótechnika, ez valóban egy olyan műfaj, amit csak abba hagyni lehet. Tehát egyszerűen annyival leegyszerűsödött az alkotási folyamat, például a klasszikus műfajokhoz, a rajzhoz, festészethez képest, hogy a festményt, a rajzot mondjuk elrontjuk. Van egy jó pillanata, hogyha abba tudjuk hagyni, akkor jó. Hogyha nem, és esetleg tovább építjük, túlrajzoljuk, és nincs rajta korrekciós lehetőség. Itt viszont a fotótechnikánál egyszerűen a lehetőségek száma végtelen, úgyhogy tulajdonképpen én itt pontot tettem a megnyitó miatt ezekre a képekre, de nagyon érdekes lenne, vagy számomra nagyon érdekes például így visszatekinteni, hogy hány, tehát egy kép hány fázison ment át, és hogy tulajdonképpen milyen értékei voltak ezeknek, és mennyire más hatásokat lehet elérni. És ebből a szempontból például nekem, illetve a mai technika, tehát a modern technika alkalmazóinak lényegesen egyszerűbb dolga van, mint a klasszikus művészet képviselőinek. Ugye Péter itt említette ezt a hatást, hát mondhatjuk azt, hogy a döntés az minden érzékszerre fog akkor hatni. Így van. Hát a fény a fő elem, a sötét, a világos, ugye van, amelyik festmény hagyományos módon jelenik, meg van, amikor csak fényként, tehát egy világító táblaként, de ugye az illathatások is bebeúsznak olykor egy-egy részén a kiállításnak, és a hang is megjelenik olyan módon, hogy csend van. Az a csend, amely lehetőséget teremt arra, hogy valaki végig gondolja ezt az üzenetet, ezeket az összefüggéseket, és döntést hozzon. A döntéshez mindig csend kell, a zajban nem lehet. A kiállítás legvégén egyetlen szóval találkozik a néző, hogy dönts, mert ugye ez a döntést előbb-utóbb mindig mindenkinek meg kell hoznia. Hogyan lehet dönteni? Hát választani. Van, aki a nemzetet építi, az értékeket teremti, van, aki pedig ezt lebontja. Hát azt látjuk, hogy pár száz éve a kultúrát azt kétféleképpen jelenítik meg. Egyrészt vannak kultúrát építők, másrészt pedig vannak, akik azt hazudják, hogy kultúrát építenek, miközben ezt lebontják. Nyilván a témaválasztás is adja azt, hogy valaki a döntésnek melyik oldalán helyezkedik el, meg milyen témákat dolgoz fel, vagy milyen hagyományok mentén, nem? Hát itt nagyon egyértelmű a dolog. Természetesen minden művész döntésre akarja késztetni
a nézőjét vagy a hallgatóját, a zeneszerző épp úgy, mint a festő vagy a fotóművész, de ezt nem mondja ki ilyen nyíltan, burkoltan, tehát vizuális eszközökkel üzen. Az, hogy itt most nyíltan van feltéve a kérdés, sőt a végén felkiáltó jellel, hogy dönts, ez az új. És hogy ezt az ugrást hogyan tudják megtenni a hagyományos műalkotások, ezt majd a kiállítás dönti el. Az biztos, hogy el fogja gondolkoztatni. Én legalábbis amilyen szinten egy kicsit így beleláthattam a dolgokba, biztos, hogy elgondolkoztatja majd az embereket. Igen, és én azt gondolom, hogy az is fontos, hogy ez egy szép kiállítás. Ugye a modernizmus térnyerése óta a világban szépséget száműzték a művészetből, és fontosnak tartjuk azt, hogy ez kortárs kiállítás, innovatív kiállítás, amellett, hogy hagyományokat hordoz, és úgy a fehérvárieké, mint a magyaroké, hogy egyúttal egy nemzetközi minőséget is képviselt. Tehát ez a kiállítás azt gondolom talán, hogy megállna a helyét Európa nagy múzeumaiban is. Ez egy közös döntés a világban. Szűkebb értelemben mi európaiak és keresztények vagyunk, tehát ebből a jelképrendszerből építkezünk, de ezt próbáljuk olyan módon tenni, hogy szépségét is megmutassuk a világnak. Hát igen, igen, jól mondod, hogy a szépség mindennek a lényege, és itt még a csúnya is szép, tehát azok a fotográfiák, az ördög pofákról, azok zseniális alkotások. Hát ott is ott van a tradíció, remélem, hogy egyszer önálló kiállításként is láthatjuk majd őket. Az én képeimnek jó dolga van, mert fényt kapnak, meg vannak világítva, és a jó oldalt képviselik. Tehát mondhatnám, hogy bolond az, aki a gonoszat választja, de hát ez már így volt a paradicsomban is, és jött a kígyó, és mégis megették az almát, és mégis a kiüzetést választotta az ember. Tehát a kiállítás visszhangja egyáltalán nem egyesélyes. Nagyon sok kockázat van benne, és ezt a kockázatot például én magam nem mertem volna vállalni. Nagyon örülök, hogy Norbert meglépte, és ebbe közre működhetek. De hát ugye van, ahogy az imént itt elhangzott, hogy itt ez egy szerencsés tárat, hiszen itt még a kvázi az ördög pofák is szépek, hiszen azok is valahol a tradíciót és a múltat jelképezik. Köszönöm. Hát az, hogy szépek, az valószínűleg azért szép, mert előtted is ugye ez egy, először is ez egy hungarikum, és ezek a busó maszkok, amiket én feldolgoztam, azért ezek nagyon jól ki vannak találva. Évszázadokon keresztül ezeket nagyon jól használták, és valami egészen fantasztikus, ahova ezek visszanyúlnak, vagy visszamutatnak. Most az, hogy ezek egyrészt ettől szépek, hogy ezek jól meg vannak építve, másrészt talán még attól, amit én ehhez hozzátettem, hogy azért én is a klasszikus művészeten nevelkedtem, illetve ennek vagyok a képviselője most is. Ez a fotografika, ez nálam egy kaland. Én egyébként szobrász vagyok, tehát nem fotós. A Norberték engem megtiszteltek ezzel, hogy odaírták, hogy fotóművész. Nagyon hízeleg, és köszönöm szépen, mert igazán én szobrász maradok. Most a szobrászati tanulmányokhoz folyamatosan rajzokat készítettem, és ezeket a fotókat én tovább rajzoltam. És tulajdonképpen nagyon, nagyon érdekes párhuzamot vagy azonosságot találok a kettő dolog között. A rajzolni egy csodálatos dolog, azt megélni, hogy ahogy építed a képet, az valami egészen fantasztikus, és ugyanezt éreztem, miközben a számítógépen bontom tovább ezeket a képeket. Gyakorlatilag az élmény, az érzés ugyanaz, és hát az, hogy rajzoló ember vagyok,
továbbra is az maradtam, csak éppen egy más technikát használok. Látványos technikát. Itt legalábbis mindenképpen nagyon-nagyon látványos dolog készül, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk. 22-én lesz ugye a megnyitó, azt követően számos program várja majd még a tárlaton belül az érdeklődőket. Igen, 22-e délutántól látható a kiállítás, mintegy 3,5 hónapig, de számos kísérő rendezvény lesz. Ugye tárlatvezetések az alkotók jelenlétével, illetve olyan beszélgetéseket tervezünk, ahol különböző oldalról közelítjük meg ezeket a kérdéseket. Például a hős fogalmát, hogy mi ma a korunk hőse. És sok-sok ilyen kérdést vet fel a kiállítás, ami alapvető értékrend, erkölcsi, morális kérdéseket, amely újra és újra kérdőjelezi meg, vagy veti fel korunk jelentős eseményeit. De ez nem csak Fehérváron lesz jelen és rendszeresen, hanem én magam is rendszeresen utazom a Kárpát-medencében, és épp úgy délvidéken, felvidéken, mint Erdélyben lesznek előadások. Már csak azért is, mert egy ilyen idegen szót vagyok kénytelen használni, egy ilyen participáció keretében, tehát egy együttműködés, vagy együttmunkálkodás keretében valósult meg ez a kiállítás. Azok a külhoni közösségek, művészeti iskolák, illetve művész közösségek, amelyek meghatározó magyar közösségek, Barabás C, Rovás Akadémia, jó pár ilyen szervezettel közösen hoztuk létre ezt az alkotást. Úgyhogy bár Somogyi Győző és Párkányi Rapp Péter neve és életrajza látható a kiállításnál, azért nagyon sokan munkálkodtak ebben, a múzeum és Székesfehérvár a színház mellett. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy egy kis ízelítőt és kedvet, én azt gondolom, hogy biztosan sikerült csinálnunk a székesfehérváriaknak arra, hogy ebben az elkövetkező időszakban meglátogassák a döntést, és sok sikert kívánok akkor a vasárnapi tárlat megnyitóhoz. Köszönjük. Köszönjük. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy maradjanak velünk, hiszen még a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó egyéb fehérvári programokról is beszámolunk. Ezzel folytatódik itt a Paletta. Magyar Kultúra Napjára Székesfehérvár egy igazán sokszínű program dömpinggel készül itt a megelőző napokban, és magán 22-én is. Mit lehet tudni ezekről a programokról? Valóban nagyon széles kulturális program az, amit kínálunk az előttünk álló hétvégén. A Magyar Kultúra Napjára igyekszünk minél több művészeti ágban megmutatni azokat az értékeket, amelyek a magyar kultúrát jellemzik, és amelyek egyébként nyilván a székesfehérvári kulturális életet és a különböző intézményeinket egyébként jellemzik. Nyilván a történelmi múltunkból indulunk, illetve lesz olyan kiállítás, olyan film, ami Szent Istvánhoz kötődik, illetve a Rómában a Szent Istvánról található emlékek szól. Lesz maga az a gála itt a Vörösmarty Színházban, amelyik most már hagyományosan Magyar Kultúra Napján, annak estéjén egyfajta kulturális keretet ad a nap eseményeihez, illetve ahol a város egy fontos kitüntetését is adjuk át, illetve lesznek olyan koncertek, kiállítások, amelyek azt gondolom, hogy az egész hétvége tekintetében sok embert fognak reményeim szerint megszólítani, és van olyan is, ami pedig túlmutat ezen, hiszen több héten keresztül Somogyi Győző kiállítása az, amit itt a múzeumunk bemutat. Azt már hallottuk, hogy nagyon színvonalas és sokszínű programokkal készül a székesfehérvári kulturális élet a Magyar Kultúra Napjára. Mit kell tudni, az intézmények milyen programokkal készülnek? Az Öreghegyi Közösségi Házban 1989 óta mindig megünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Amióta a városi központi nagy hivatalos ünnepség a napján van, tehát január 22-én, rászoktunk arra, hogy mi mindig az előző napokban tartjuk a rendezvényünket, hogy ne ütközzünk a nagyvárosi eseménnyel. Így lesz ez az idén is, tehát január 20-án pénteken várjuk a kedves látogatókat hozzánk, hagyományosan egy kiállítással és egy színházi előadással
készülünk. 6 órakor, 18 órakor Drégei László emlékkiállítása nyílik meg. Őróla azt kell tudni, hogy oly módon kötődik Székesfehérvárhoz, hogy nagyon szeretett alumíniummal dolgozni, és az akkori köfém gyár támogatta őt anyaggal, és miután utód nélkül halt meg 1990-ben, a Magyar Alumíniumipari Múzeumért alapítvány tulajdonába került az ő életműve hagyatéka, ami most is az Alumíniumipari Múzeumban található, de úgy gondoltuk, hogy most kihozzuk innen és megmutatjuk a városlakóknak, érdeklődőknek. Este 7 órakor egy színházi előadással várjuk a nézőket. Hubay Miklós Kossuth-díjas drámaíró műve lesz látható, Elnémulás címmel. Ez egy tipikusan a Magyar Kultúra Napjához illeszkedő színmű, hiszen arról szól, hogy a nyelvek kihalásával, a népek asszimilációjával a kultúrák is eltűnhetnek, és arra hívja fel a figyelmet, hogy erre nagyon vigyázzunk, hogy ez ne így legyen. A Vörösmarty Színház mivel készül? Az ünnepi műsorunk egy nagy személyiség, a kortárs, a 20. század és az egyetemes magyar kultúra nagy személyisége Kodály Zoltán életművének tisztelgünk. Tulajdonképpen egész évben, hiszen Kodály emlékév kezdődik, de mégis a mi kultúranapi emlékműsorunkat áthatja az ő szellemisége és az ő alkotásai. Érdekességként két különösen szép kórusművel nyitunk. Az egyik Balassi Bálint Szép könyörgése, a másik pedig Vörös Sándor Norvég Lányok című versére írott kórusmű. Ezek a kórusműveknek a szöveganyaga azonban egy-egy színész, Kis Diana Magdolna és Nagy Péter tolmácsolásában el is hangzik. És aztán a szünetet követően pedig Szirtes Edina Mókus, ezt idézőjelbe teszem, hiszen ez az ő bűvész neve, Szirtes Edina Mókus Vidrócki legendáját feldolgozó világzenei ihletésű, nagy szabású műve, oratórikus műve hangzik el. És a végével, a végére hagytam, de tulajdonképpen az elején nagy meglepetésként természetesen nem hiányozhat a himnusz, de ezt a himnuszt most több száz gyerek fogja tolmácsolni a Vörösmarty Színház színpadán. Megköszönöm, hogy itt voltak, Paletta Kulturális Magazinnal legközelebb, egy hét múlva számítunk majd a figyelmükre, kedden 19:45-től, itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!